április 16-án megkezdtük menetrend szerinti mozgalmi találkozónkat innen Cseppel Végiből. Kérünk szépen visszajelzést a kép és a hangminőséggel kapcsolatban. Osszátok meg minél több felé a közvetítést, mert fontos, érdemi dolgokról fogunk beszélni, olyan információkhoz juttatunk minden nézőt, ami fontos számukra. Tudjuk nagyon jó, hogy ki mindenki nézi még a káros útakon kívül ezeket a műsorokat, nekik is fontos az információ, úgyhogy ők is osszák csak meg szépen a közvetítést, és szerintem akkor menjünk is az aktivitásra. Így van, előtte még ugye, hogy fontos, kinek fontos, föltesszük az O1G-t is, tehát ugye az, hogy mit az nézünk, azt látjátok, az is egy fontos dolog, illetve, hogy ma gyakorlatilag kevesebbet fogunk beszélni az uzsorásról, és most megmutatom nektek, hogy kiről fogunk kevesebbet beszélni, ugye ez itt az uzsorás. Őról ma kevesebbet esik majd szó, mert hát ugye nem minden róla kell, hogy szóljon, illetve most tettem még csak ki, tehát nem minden róla kell, hogy szóljon, ezért le is szedem innen, hogy ne rontsa a képet, tehát most a sárga pólósokkal elégedjetek meg, és ugye az aktivitás, tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy az aktivitásnak a valóságban kell aktívnak lenni, tehát ami nagyon fontos, hogy nem csak elméletben, nem csak szakrálisan, ugye most látjuk ezt egyre inkább, hogy jött ez az őrület, nem csak lélekben, mint sokszor ott voltunk, nem csak jogilag kell aktívnak lenni, hiszen, igen? A szaknak a reális a fosztóképzője, ugye? Így van, tehát azért ez így egy mindenképpen más, hiszen a kifosztás sem csak lélekben történik, a kifosztás sem csak elméletben történik, a kifosztás sem csak szakrálisan, hanem oda mennek a házadért és elveszik, mint a szart. Kiraknak, kitesznek az utcára, gyerekestől, kutyástól, tévéstől és fotelestől főleg, meg a lelkedet is kiteszik. Tehát ne hülyéskedjünk már, tehát amikor így elméleteskednek, meg sajtótájékoztatót tartanak, meg mindenféle fasságokat kitalálnak, kimennek nagy terekre, csak úgy mindenféle különösebb plakátok nélkül, meg engedélyt kérnek, meg kuncsorognak a hatalomnak, hát gyerekek, ez nem működik. Olyan helyre kell menni, ahol megérinti ezeket a mocskokat, a vélemény nyilvánításod, és akkor majd lesz belőle valami. Ugye látjuk, hogy a sárga pólósokkal kapcsolatban elég rendesen megérintette őket ez a vélemény nyilvánítás, tehát valami ilyesmit kell csinálni, és ez számít aktivitásnak. Az összes többi, az pótcselekvés, és a pótcselekvés, mivel nincs neki hatása, nem vált ki hatást, nyilván el kell azon gondolkodni, hogy nem lehet-e, hogy konkrétan a hatalom gerjeszti ezt a pótcselekvést, mint ahogy a hatalom az, aki arra vesz rá embereket, hogy csak üljenek otthon a tévé előtt, mint egy pótcselekvés, csak facebookozzanak, és ott szidják a rendszert, mert az is csak pótcselekvés. A hatalom nem akarja, hogy elmenj a házához, és ott szidd a rendszert. A hatalom nem akarja, hogy bemenjél a bankba, és ott nyilvánítsál véleményt, vagy elmenjél a bankárok házához, vagy a bíróságokon bent nyilvánítsál véleményt. A hatalom ezt nem szeretné. Hát akkor ezt kell csinálni. Tehát amit nem szeretne a hatalom, azt kell csinálni, és akkor előre fogunk jutni. Ma egyébként ugye, amit mondtam, hogy kiről nem fogunk beszélni, ez ugye az uzsorás. Igen? Rövid hozzávetés. Tehát az, hogy a hatalom mit szeretne, vagy mit nem szeretne, engem nem érdekel. Az érdekel engem, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én nem szeretném, de mégis nem adom, vagy adom, vagy nem szeretném odaadni házamat, de hát mégis elviszik. Nem, gyerekek. Amióta ez a mozgalom van, világosan ott van. Nem adom. Így van. Ennyi. Nem adom. Határozottan nem adom. Köszönöm. Így van. Így van. Így van, ez a legfontosabb. Ma ugye már kitettük, megmondtuk, hogy miről nem fogunk olyan sokat beszélni, ez ugye az uzsorás, de mégiscsak közvetve valamilyen módon arról, hogy az uzsorás, megmutatom nektek, hogy ki az uzsorás, aki ugye hisztizik, hogy miért mondjuk rá, hogy lopott, hát azért bazd meg, mert tisztességtelenül elvettetek 1000 milliárdot az emberektől, és ugye a sárga pólósok ezért elég rendesen felszólaltak, az ez a bank tisztességtelen volt éveken keresztül, illetve a Tour de France sorozattal, és ebben egy történelmi jelentőségű birtokvédelmi ítéletről fogunk ma beszélni. Ez lesz az eljárásainkban, ami most a nagyobb részét fogja kitölteni a mai találkozónak. Aztán egy kicsit beszélgettünk szintén uzsorás bankjába, hol máshol történhetett volna, Budaörsi otthontipró Picsányi bankban történt lassan 2 éves eset, amikor Sándor Lacit és engem onnan elvittek.
ezzel kapcsolatos független rendészeti panasztestületi értekezletről, de ezt most csak röviden említjük meg, majd a következő találkozón részletesebben kielemezzük, illetve az Alkotmánybíróság is döntött birtokvédelmi ügyben, ennél súlyosabb a történet, de szintén most csak röviden és a következő héten lesz abból is komolyabb ügy. Egy picit beszélgetünk a saját ügyeinkről, tehát így körülbelül ennyi lesz a mai napon. Uzsorást innen le is szerelem, viszont feltesszük, hogy a következő tárgyalás az uzsorással mikor lesz. Ezt fogjátok itt látni végig a háttérben, hogy május 22-én 8 órakor kezdődik a tárgyalás, amire azt mondta a bíró, hogy most már aztán tuti, mindenképpen és minden körülmények között is pontosan ott lesz az uzsorás. Ugye mi ezt gondoltuk az előzőre is, de most már biztos. Tehát most a bíró is megmondta, hogy nem tekintel ettől a dologtól, uzsorásnak ott kell lennie ezen a tárgyaláson. Mi készülünk rá, remélem a nézők is készülnek. És akkor akciók. Nekem hétvégén egy kis bankolás volt, meg majd egy kis kövér, házmester, aki belefáradta a dolgokba most már, és így fáradt bele a hatalom. A videóból szerintem minden kiderül, én elmagyaráztam, hogy miért gondolom azt, hogy a hatalmat el lehet fárasztani, mert ezek kis táposok, semmi más nincs, vagy ez az, amit leginkább el lehetne róluk mondani, hogy nem elég határozottak, nem elég kitartóak. Ha mi vagyunk a kitartóbbak és határozottabbak, akkor el lehet őket takarítani az összes egyéb politikus idomított majommal együtt, tehát nem csak a Orbánékról van szó, meg a idományaikat, a bankárokat is el lehet takarítani. Mi történt még hétvégén akcióügyileg, vagy bármikor? Szokásos, ugye? HDMP, bankok, stb. Ami friss az ma a végrehajtói kar volt, belül is meglátogattam őket, tehát úgy rendben vannak, útba vettek igazítva ők is, és ma két rezsikilárdos kis jelenlét volt, és a bankok a szokásos. Hát ennyi, és hát majd fotóalbumon, videón itt ott látni fogjátok, mert mindenki kerül úgy, ahogy az élik. A Szent Imre téren a falu azért a lehető legmagasabbra helyeztük a dolgot. Sajnos a felirat fölé még nekem sem megy. De jó ez így, hogy ott vannak a nevek, a két bűnözőnek a neve is alá ott vannak, hogy ezek igazi bűnözők, meg eltakarító banda, meg mind. Hát hogy néz már ki ez a Dajs Tamás, ott a EU-ba ottan beszél valamit, gyerekek, egy igazi bűnöző, nem is tudom, hogy kerülhet oda. Abszolút, igen. Nem hazudtolja meg. Nem hazudtolja meg saját magát. Tökéletes képet mutat a Fideszről, tehát bűnöző képet mutat a Fideszről. Ez így teljesen jó. Hát én más benyomásom van, akkor ránézek. Valami nem stimmelne be. Hát jó, nyilván ezek egyébként mindegyik szinten megvan már kattanva, tehát a hatalomba belekattantak, tehát ez elég egyértelmű. Bele lehet. Szóval egyébként nagyon érdekes így, amikor István és mi így beszélgetünk arról, hogy mit történt a hétvégén, vagy Marikáék is. Más semmi, csak a szokásos. Csak úgy leplakátoltuk valahány bankot, valahány Fidesz irodát, meg stb. Tehát hogy ezt kellene megérteni mindenkinek, hogy ez a szokás. Tehát amikor szokásoddá teszed, akkor ez egy sikeres szokás lehet, egy Fidesz eltakarító, bank eltakarító szokás. És ezt sokan szokásként csinálják, mindig amikor elmegy a bank mellett, mindig amikor ott van a bíróságon, mindig amikor elmegy egy Fidesz iroda, mert mindig csinálja, akkor gyakorlatilag minden nap 100 és 1000 számra kellene véleménynyilvánító plakátnak lenni ezeken a helyeken. És előbb-utóbb ezek megunják. Ugyanúgy belefáradnak, mint kövér a ülésen a rendcsillálásba. Azt mondja, hogy belefáradtam. Már nem igaz, hogy megint és megint és megint. Vagy egy csomó embernek adnánk munkát, akit oda rendelnének letakarítani ezeket. És mennyien szeretnének minket akkor, gondoljátok el. Na de nem állhat minden bank, minden Fidesz iroda, minden rendőr, minden ház mellett valaki. Tehát nem lehet ezt megcsinálni. Meg lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy kövér elvtárs rájött arra, hogy ennyi hülye. Lehet rájött arra, hogy az nem is olyan hülye, csak én vagyok hülye. Abszolút, így van. És ugye hát nyilván az ő rendjük az nem a rendünk. No, térjünk rá erre a birtokvédelmi ítéletre, hiszen ez azért valahol a sárga pólusok akciói miatt jutottunk megint egy olyan szintre el, hogy azért a nemzetközi jog
bőven belekerült Magyarországra, a háttérben pedig, kedves nézők, a Tour de France-os akcióinkról néhány kép fog futni, amíg dumálunk, tehát most nem minket fogtok látni a képernyőn, hanem például most jelen pillanatban Györgyikét és Mány Pétert, ahol ez a bank éveken keresztül tisztességtelen volt az ügyfeleivel, ücsörög egy bankba, és ez ugye nagyon nem tetszik a bankároknak, nem tetszett, és oda jutottunk, hogy nagyon sokszor, ugye főleg az uzsorás bankja és az ő rendőrségtől átigazolt bankbiztonságnál lévő Vörösgera páros feljelentett minket, nagyon sokszor gyülekezési joggal visszaélésért, garázdaságért, ezekben sorra egyébként felmentettek minket. Maradt nekik két olyan, amit kicsit úgy tűnik nehezebben tudunk legyűrni, az egyik az a birtokvédelmi ügyek, ugye közel 30 ügyet indítottak ellenünk, illetve a zaklatás, az uzsorás utcájában, közterületen, tehát nem az ő utcája, hanem az az utca, ahol megengedjük, hogy... az uzsorás. Igen, ahol megengedjük, igen, ahol megengedjük, hogy lakjon még, tehát ez nem az ő utcájuk, és ez a két dolog maradt, és ebben ugye nagyon vegyes ítéletek születtek a birtokvédelmi ügyben, több ügyben minket felmentő elsőfokú ítélet született, több ügyben minket elmarasztaló elsőfokú ítélet született, született már másodfokú minket elmarasztaló ítélet is. Van az elmarasztalókban egy közös, hogy a gyülekezési jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát figyelembe se vették a bíróságok, kizárólag a bank tulajdon jogával appelláltak és ezt emelték ki, míg nem történt, hogy a második, harmadik kerületi bíróságon dr. Gáti Péter Gyula a tapsoljuk meg? Igen, én azt gondolom, hogy abszolút. A P23-402/2017-es ügyben gyakorlatilag elküldte a büdös picsába az uzsorást és az ügyvédjeit, tehát ez egy nagyon komoly ítélet volt, és egy pár gondolatot erről, hogy miről is szól, tehát teljes egészében megállapította, hogy szó nem lehet birtok védelemről, tehát elutasította a keresetet, sőt, az alperesek közül, aki konkrét határozott kérelmet terjesztett elő perköltségügyileg, még perköltséget is megítélt neki, és az OTP-nek minden keresetét úgy, ahogy van, sutty elkaszálta. A 65-ös számú végzés vagy ítélet volt ez, azt mondja, hogy alapvető jog alkalmazása tekintetében egy történelmi jelentőségű ítélet volt, és én azt gondolom, hogy a véleménynyilvánítás szabadságában egy nagyon előremutató történelmi döntés. Ugye volt korábban a három kondásnés ítélet a PKKB-n, ahol ugye arra appellált a bíró, hogy azt mondta, hogy olyan különösebben nem zavartuk a bankot, tehát tűrnie kellett neki, hogy mi ott véleményt nyilvánítsunk, de nem emelte ki ilyen mélyen a véleménynyilvánítás szabadságát, bár nekünk adott igazat, de mindegyikben az indoklás miatt mi is fellebbeztünk, hogy igenis állapítsa meg a törvényszék azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága miatt nem lehet birtoksértő az, amit mi csinálunk. Na, de térjünk vissza Gáti Péter Gyula ítéletére, aki a tényállást az példásan, tehát én azt gondolom, talán ilyen ítélet nem volt, talán a kondásnések voltak ilyenek, akik ilyen mélyen és pontosan a tényállást gyakorlatilag lefektette az ítéletében. Ugye pont ugyanaz történt, mint a legtöbb ilyen bankban, hogy bementünk és ott véleményt nyilvánítottunk, ezt leírta, és ugye, ugye ez volt az az eset a Margit körúton, ahol a háromból, ahol agresszívan léptek fel az OTP-s biztonsági őrnek nevezett verő emberek, ez volt az egyik ilyen eset. Itt ugye meg is történt, hogy Imrét nekilökték egy üveg pultnak, ami összetört, tehát ez emiatt még különlegesebb is volt. És Imre megsérült. És Imre is, és az egyik ügyintézőnek a kezét is megvágta egy üvegszilánk, tehát itt nagyon keményen léptek fel, és nagyon fontos, hogy ezek az őrök voltak azok, akik ennek a kihallgatása során ugye tanúként belettek idézve. Hát egyrészt elmondta, az egyik őr azt mondta, tehát ez ilyen nagy darab, fekete pólós őrök, ugye elmondta, hogy hát ő megrémült a sárga pólósoktól. Tehát még egy másik viszont azt mondta, hogy őket azért hozták létre,
ezt az egész osztagot, tehát ez egy kommandó, osztag. Egy fekete pólós kommandó. Félkatonai szervezet. Félkatonai, így van, akiket azért hoztak létre, hogy bárhol az országban megjelennek a sárga pólósok, otthon tipló Picsányi bankban, akkor őket riasztják. És ló halálában, vagy Suzuki halálában, mert ilyen ocska szarokkal kell nekik menni, és ugye mi nagyon ügyesen tudjuk ezeket így szivatni, rohannak Budapestről Ráckevére, ha ott vagyunk. Majd Ráckevéről Szigetszent Miklósra, ha azt hiszik, hogy oda megyünk, de még közben Dunaharasztiba megyünk. Vagy, vagy Szigetszent Miklósról jönnek Dunaharasztiba, csak hogy nem tudják, hogy van hátsó út is, ami sokkal gyorsabban oda lehet érni. És mi akkor már érnek oda, mikor mi már távozunk. Mi meg már igen, addigra érnek oda, és a Suzukinek látszik, hogy már kikönyökölve mindene, alig bírnak belőle kiszállni, és ki tudja, hogy hány közlekedési szabály sértettek meg, ugyanis kiszámoltuk, hogy Szigetszent Miklósról Dunaharasztiba az ő általuk ismert úton annyi idő alatt csak úgy lehetett volna odaérni, hogy több közlekedési szabályt, leginkább a sebességkorlátozásra történő szabályokat megsértették. És ott a sok 40-es tábla. 40 helyett 140, tehát ilyen lehetett. Annyira megérintek, hogy a kitűzőt meg az azonosítót elfelejtették fölrakni, és a rémülettől egyből az Imrét nekilőtik az üvegfal. De ugye azt hazudta a biztonsági őr, nem lökték neki, meg akarták fogni, nehogy nekiessen. Az Imre nekiugrott. Na azt mondja a bíró, hogy azzal szemben, amit ezek mondtak, ugye amikor beszólították 13 óra 25, 21 perckor a Szűs Józsefnét, aki ugye velünk volt, és mi is oda akartunk menni az ő ügyintézéséhez, mert ugye ő nem akarta, hogy egyedül menjen, ezek az őrök elállták az utunkat. Egy perc múlva, tehát 13:22-kor az Almini András engem, Póka Lacit, elsőrendű alperes, nyakamnál fogva egy oszlophoz szorított. Majd 20 másodperccel később Ökrös Ferenc az Ukrin Imrét olyan módon ellökte, hogy elveszítette az egyensúlyát, és a üveg válaszfalnak esett, ami eldőlt, összetört, megvágta a pultnál dolgozó ügyintéző és Imre kezét, és azt mondja, hogy a fenti erőszakos események közben kiabálás alakult ki. Tehát ugyanúgy, mint az egyik oktogonos esetben, Kondásné is megállapította, hogy bizony ezek a fekete pólós, csányismerő emberek, ezek agresszívek, megtámadják a békés vélemény nyilvánítókat. Ugye az egyik az majdnem az oktogonon majdnem bele is rúgtak egy idős emberbe, aki egyébként nem is velünk volt, csak lefényképezte az eseményeket, hogy milyen érdekes dolgok történnek. Tehát, hogy ezek ilyen agresszívek, ilyen módon lépnek fel, hát mit várunk, hogyha ilyen a gazdájuk? Tehát a gazdájuk is egy agresszív, törtető, mindenkin keresztül gázoló ember. Mindenkit kifosztó, így van. Majd a bíró megállapította még a tényállásoknál, hogy nekünk volt igazunk abban is, hogy ezek az őrök minket 10 perc múlva nem engedtek ki a bankból. Azt mondja, hogy alperesek megkísérelték elhagyni a bankfiók területét, de a biztonsági őrök a lábukkal az ajtót kitámasztva ezt megakadályozták, és ugye természetesen ezt ők tagadták, tehát azt mondják, a rendőrök kérték meg őket. Ezek olyan hazudósak, mint a gazdájuk a zaklatási ügyben, meg a feleség. Hát ne hülyeskedjünk már, hát a rendőrök még ott sem voltak. Tehát a maga bíró is megállapította, hogy még ott sem voltak a rendőrök, amikor ezek már ott betámasztották az ajtót. És még egy dolog, hát el tudjátok ti képzelni, hogy kijön két rendőr, és a rendőr megkér egy persze. Másik ember, támassza már be azt az ajtót, hogy ne jöjjenek ki onnan az emberek. Zárja már be előttem. Hát ilyen nincsen, tehát a rendőr az nem, a rendőr bejön és megmondja, hogy kimenjünk, vagy nem menjünk ki, vagy mit csináljunk. Tehát nem fog valakit megkérni erre, hogy ilyet csináljon. Na mindegy, tehát azt mondjam, igen, ez volt az a bíró, aki egyébként ugyanebben az ügyben, ugye volt egy garázdaságos eljárás, és természetesen ellenünk, hát nem ám az őrök ellen, akik erőszakosak voltak, hanem ellenünk indítottak egy garázdaságos eljárást, és a bíró figyelembe vette, tehát megemlítette, míg az összes egyéb ügyben becsatoltuk a garázdaságos felmentő ítéleteinket, és ott nem vették figyelembe. Itt most figyelembe vette, és azt mondja, hogy az indoklás szerint ugye véleménynyilvánítás volt, mármint a garázdaságos szabálysértés felmentő indoklása szerint ott volt egy véleménynyilvánítás, és hogy a
véleménynyilvánítás szabadságának korlátait nem sértette meg a mi véleménynyilvánításunk, és kihívóan közösség ellenes magatartás nem valósult meg, amely durván sértette volna a köznyugalmat, vagyis nem állapítható meg, hogy a szabálysértést elkövették volna, mármint mi. És ugye a tanúk, tehát akik ugye a rendőrségnél is ki lett hallgatva, a fiók vezető, a Molnár Imre, illetve a Rácz Anita, ugye azt mondta, hogy amíg mi bent voltunk a bankban, addig az ügyintézéssel voltak elfoglalva, és nem figyelték, hogy ki kiabált. Tehát folyt az ügyintézés. Folyt az ügyintézés, folyt. Bizony. Egyébként az összes ilyen esetben egyébként folyt az ügyintézés, kivéve amikor a bank úgy döntött saját maga, hogy bezárja a bankot. Nagyon részletesen ugye az ítéletben kimunkálásra került, hogy melyik fél mit nyilatkozott. Tehát az OTP nyilatkozata is részletesen, és a miénk is, különösen, tehát mindenki, és ezért nagyon jók vagyunk, mert ugye itt is mindenki adott be valamit, mindenki, sokan adtunk be valamilyen anyagot, és ezekből mindenből beidézett a bíró, ami fontos volt. Ugye azt is elmondta, hogy a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos törvényeket is beidézte, az Európai Bíróság állásfoglalását abban a tekintetben, hogy a magánterületen történő gyülekezés is védett érték, tehát ő ezt is kiemelte. És ez volt az a bíró, ahol a véleménynyilvánítás és az alapvető jog egymás kárára, tehát más alapvető jog egymás kárára történő korlátozhatásága tekintetében részletesen állást foglalt. Tehát ami egyébként a tákolmányban is benne van, a nemzetközi jogokban is benne van, hogy nem lehet azt mondani, amit a zsuzsorás akar, akár a Laura úton, vagy bárhol, csak az ő joga érvényesüljön, és mindenki más menjen a picsába. Nem! Az ő joga is érvényesüljön, és más joga is érvényesüljön. És nyilvánvaló, hogy ez a két jog összeütközik. Bármikor, ha kimész az utcára, összeütközik a két jogod. Ha füvet nyírsz otthon, akkor a te fűnyíráshoz való jogod, összeütközik a szomszéd zenehallgatáshoz való jogával, vagy a pihenéshez való jogával. De lehet, hogy a szomszéd alváshoz való joga összeütközik a te pihenéshez való jogoddal, mert horkol szerencsétlen. Mégpedig rohadt hangos. Akármi, tehát lépten nyomon alapjogok ütközésébe kerülünk, és nem vizsgálták eddig a bírók ezt. Mert az uzsorás azt parancsolja, hogy ne vizsgáljuk, azt akarja, hogy csak az ő joga érvényesül. Hát micsoda világ ez, ha hagyjuk? Hát nehogy már hagyjuk. Kedves nézők, ti se hagyjátok. Hát a francba. Azt mondja, a fentiek alapján, ez az ítéletből idézek, békés gyülekezéshez való jog magában foglalja a közterületen való gyülekezés mellett a magánterületen való gyülekezés jogát is. A fentiek alapján nincsen indok arra, hogy a bíróság a nemzetközi egyezményekben, az alaptörvényben, az Európai Unió bíróságának gyakorlatában kialakultakra figyelemmel, az egy időpontban, egy helyen, egységes öltözetben, hasonló transzparensekkel, magánterületen véleményt nyilvánító alperesek magatartására ne alkalmazza a gyülekezési jogra vonatkozó szabályokat, különös tekintettel arra, hogy a gyülekezési jogra irányuló szabályokat nem csak alperesek ellenkérelmükben, hanem felperes is felhívta a keresetében. A véleménynyilvánítás és a gyülekezési jog gyakorlása szükségképpen sérthet más alapvető jogokat, amely jogsértés a véleménynyilvánítási jog és a gyülekezési jog szükségszerű velejárója, feltételezhető ugyanis, hogy amennyiben a véleménynyilvánítás, de különösen a gyülekezési jog semmiféle jogot nem sért, úgy az valójában mindenki más számára észrevétlen marad, így a célját nem tölti be. Tehát ez egy olyan jog, ami csak akkor tölti be a célját, ha valamilyen másik jogot sért. Mert különben nem veszik észre. Ez olyan, mint amikor az egér meg akarja dugni az elefántot. Nem veszik észre. Nem veszi észre. Ja. Hát, de ha az elefánt dugja meg az egeret, akkor észreveszi. Vagy a nyúl a tyúkot, és akkor abból lesz a tyuszi. Tyuszi bizony. Nem nyuszi, nem tyúk, hanem tyuszi. Tehát pontosan, tehát ahhoz, hogy észrevegyék, hát kedves nézők, édes szíveim, drága virágszálaim, hát itt írta le a bíró, hogy menjetek már oda a kurva bankokba, meg a házaikhoz, mert a Kossuth térre nem veszik észre. Egyrészt Orbán Viktor már nincs ott. Tehát nem tudom, valakinek feltűnt-e, hogy a várban. Tehát, ha most valahol sátoroznék, akkor a várban sátoroznék. Hát ne hülyéskedjetek már. Hát minek a Kossuth téren? Azért, hogy néhány ellenzéki idomított vajon kimehessen oda és szónokolhasson. Tehát, hogyha az a cél, hogy észrevegye Orbán Viktor, akkor van erre a Cinege út,
meg van a vár, ahol dolgozik. Mert hogy egyébként... És diszkontáról lehet gundeles kaját venni. Például az is teljesen jó. Tehát oda kell menni. Megmondja itt a bíró, hogy csak akkor tölti be a szerepét, ha észrevehető. Az meg csak akkor, hogyha valamilyen módon sért egy másik alapvető jogot. Nem tud valaki úgy közlekedni, meg kell, hogy hallja a hangját, meg kell, hogy lássa a kiírást, ki kell, hogy kerüljön, bármi. Tehát értitek, hogy szükségszerű, nem lehetőség, szükséges. Röviden lefordítva, néma gyereknek anyja se érti. Hát így van, persze, mert hogy az anyának a pihenéshez való jogát sérti a gyerek síráshoz való joga. Mert hogy egyen, enni szeretne az a büdös kölyök, a mindenit neki. Ezért bömböl, még hangosabban bömböl, az anya meg észreveszi. Sértette a jogát, sértette? Joga van a gyereknek ezen, joga van. Tud a nélkül enni, hogy nem bömböl, és nem hívja fel az anyát? Nem tud. Hát akkor joga van hozzá. Nem, szép, nem tud enni. Joga van hozzá. És ilyenkor megcserélik a babaört. Ezt is lehet, és a gyerek utána rögtön rá tud panhat a csöcse. Nem, elég, minél hangosabban sír, minél többet felszólal, minél több véleményt nyilvánít, annál biztosabb, hogy megkapja a cicit, nem? Hát akkor meg ezt kell nekünk is csinálni. A kis kakas megkapta? Megkapta a gyémát. Kapott kártérítést? Kapott. Miért kapta meg? Mert minden nap újból és újból odarepült a ablakába. Ahova kell. Így van. Ezt írja le a bíró. Ugyanezt írja, kedves néző. Egyébként ugye korábban pár napja kitettük ezt az ítéletet, és az ezzel kapcsolatos észrevételeket is, de ez nagyon fontos, hogy most is beszéljük. Azt mondja még a bíró, hogy a fentiekkel összhangban a legfelsőbb bíróság még az 1959 évi negyedik törvény alkalmazásával, azonban lényegében a 2013 évi ötödik törvény birtokvédelmi rendelkezésének korábbi polgári törvényköz képest változatlan jogi környezetben állapította meg a BH 2011-132 számú közzétett döntésében azt, hogy a gyülekezéshez való alkotmányos jog korlátozhatóságának egyik feltétele, ha a másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos jog védelme más módon nem érhető el. Tehát csak akkor, nem akkor, ha korlátozható, csak akkor, ha nem lehetne megvalósítani. Így működött ez egyébként a régi gyülekezési törvényben, hogy csak akkor lehetett megtiltani egy hivatalosan, persze a valóságban nem így volt, csak akkor lehetett hivatalosan megtiltani egy tüntetést az úttesten, ha másképp a közlekedést nem lehetne megvalósítani. De hogyha az a közlekedés csak egy kicsit nehezebb, attól még nem lehetett volna megtiltani. Az máshogy megtiltották, azért mert hagyták, mert nem tiltakoztak elég sokan ezen, és nem csináltak állandó útzárakat, hogy a rendőrség hagyja már abba ezt a hülye gyakorlatot. Hát mit csináltak? Mivel nem tiltakoztak ezzel, most már bevezették az új JT-vel, ha nehéz a közlekedés, akkor is meg lehet tiltani a gyülekezést, de ez az emberek tunyaságának köszönhető. És innen meg az vezethető le, ugye pont ennek az ellentéte, hogy péntek délután törvényszerű, hogy dugó van, tehát aznapra minden gyülekezést megtiltunk. Így van, pontosan. Igen, így van, pontosan. Nehéz a közlekedés. Csak a futóversenyben. Igen. Pedig nem így kellene, hogy legyen. A korlátozás további feltétele írja a bíró, hogy ez megfeleljen az arányosság követelményének, azaz az elérni kívánt cél fontossága, és az ennek érdekében okozott alapjogi sérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. Tehát azt mondja, hogy elnézte a büdös picsába, Csányi, nem úgy megy az, hogy nem lehet tüntetni, hanem ezt valamilyen módon összhangba kell hozni. Ti is tudjatok a bankban bazseválni, hogyha még van olyan hülye, aki hagyja, meg ezek is hagy tudjanak tüntetni. Tehát erről szól. Ez jelenti az arányosságot. Nem azt jelenti, hogy nem lehet tüntetni, hanem hogy mindenki tudja csinálni a saját dolgát. Az aránytalanság. És azt mondják, hogy nem lehet. És egyébként maga az Alkotmánybíróság mondta ki a 13/2016-os határozatában, hogy a békés és ideglenes jellegű gyülekezések súlytalan indokokkal nem korlátozhatók. És akkor van itt egy nagyon fontos rész ebben az ítéletben. A véleménynyilvánítás és a gyülekezési jog gyakorlása szükségképpen sérthet más alapvető jogokat, amely jogsértés a véleménynyilvánítási jog és a gyülekezési jog szükségszerű belejárója. Feltételezhető ugyanis, hogy amennyiben a véleménynyilvánítás
de különösen a gyülekezési jog semmiféle jogot nem sért, úgy az valójában mindenki más számára észrevétlen marad, és így a célját nem tölti be. Ugye ezt már egyszer olvastuk, de még egyszer kiemeljük, mert ez rendkívül fontos. És ugye ők azt szeretnék, hogy észrevétlenek maradjunk, és az a baj, kedves sevizások, meg mindenki, akinek problémája van, és a Facebookon hőzöm, hogy ez észrevétlen. Tehát nem tudom, hogy elárulok-e új dolgot ezzel, de a legtöbb embernek a Facebookját sem Orbán Viktor, sem a Csányi család nem olvassa, Kövér László sem, Bóna Zoltán sem, politikusok sem, tehát akinek szól a te felháborodásod, azt mond nem olvassa. A többit meg nem érdekli. Na most azért egy kicsit más a történet, amikor úgy csináljátok, mint a sárga pólósok, akkor például a Csányi felesége oldalakat, pendrive-okat írt tele, a nem adom a házam Facebookjáról kigyűjtött anyagokkal. A Bóna Zoltán fideszes politikus felesége szintén, sőt odaülteti a másfél éves gyereket, hogy nézd a sárga pólósokat. És lehet, hogy ezzel fenyegeti, vagy fegyelmezi a gyerekeket. Vigyázz, mert leültetlek a sárga pólósokat megnézni a videó elé. Egyébként pont írt a kis Gábor, hogy üzsorás jó hang. Most már elment, ugye, de az előbb láttam, hogy pont ezt írta, ide illik. Így van, abszolút, mert hogy ezt nézik, tehát így van. Tehát ugye erről szól a történet, hogy el kell érni azt, hogy ezek nézegessék a Facebookodat, beolvassák, leírják, elmondják, hogy mi volt a követelésed, mit szerettél volna megoldani, hogy szeretnéd megoldani, és elég sokszor, és elég sokan mondjuk, akkor a megoldás menni fog. És akkor a következő fontos dolog, amit a fényképezéssel kapcsolatban tett a bíró, mert ugye a legtöbb esetben, sőt minden esetben ezek az OTP-sek sérelmezik, hogy ott a vélemény nyilvánítás keretében, vagy közben valaki felvételt készít, kép vagy hangfelvételt, vagy mind a kettő. A képfelvétel készítése vonatkozásában Felperes arra hivatkozott, hogy 8. rendű alperes Ufrin Imre felvételeket készített alperesekről, mely tényállításra további bizonyítás nélkül is megállapítható, hogy az nem alkalmas Felperessel szemben birtokháborítás megállapítására. Nem tök mindegy neki, hogy készül valakiről felvétel, vagy nem. Ha valakit ez sért, akiről készült, az majd tegyen feljelent. Így van. De hát ez az ő birtokát, hogy a lószarva sérteni. Tehát ez egy teljes hülyeség. A fiókvezetői felszólítás, mert ugye állandóan azzal jönnek, hogy a fiókvezető felszólított minket, hát ez nagyon izgalmas. Megállapítható, hogy alpereseket a Felperes bankfiók vezető képviselője már megérkezésükkor azonnal távozásra szólította fel. Hát épp, hogy megjövünk, már ott vagy húzatok a picsába. Hát micsoda dolog ez? Micsoda dolog? Ezen Felperes nevében tett cselekmény azonban figyelemben kívül hagyta azt, az alpereseknek a fentiek szerint az alapvető alaptörvényben biztosított békés gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jogát, nyilvánvalóan az érkezés utáni azonnali felszólítás folytán semmiféle mérlegelésnek tere nem volt Felperes részéről, amely mérlegelés során fel lehetett volna mérni, hogy a Felperes által is elismert módon alperesek által előre bejelentett rövid tartamú 15 vagy 30 perces gyülekezési közben táblák fenntartásával megvalósuló csendes véleménynyilvánítás Felperesnek a birtokláshoz való jogát milyen mértékben sérti. Tehát így van, nem volt felmérés. Ki van nekik adva, legtöbben felolvassák, ugye a legtöbb OTP-ben azt láttuk, hogy hoztak is papírját, amit küldtek nekik a Vörösgera páros, és felolvassa. Jó napot kívánok! Én a fiókvezető vagyok. Hát nem járunk hozzá, hogy itt ezt meg ezt csinálják, birtoksértést követnek el, ha nem mennek el, akkor hívjuk a rendőröket. És akkor fölnéz, egyáltalán van-e valaki, aki hallja, vagy ott van-e még valaki, megállítja, hogy igen, és akkor olvassa tovább, nem járunk hozzá, hogy rólunk kép és hangfelvétel készüljön. Tehát ezt olvassák fel, semmi, hogy jó napot kérem, mit csinálnak, meddig lesz, nem ilyesmi. Miben segíthet például, igen. Tehát semmi. Sárga pólóban húzzatok a picsába, tehát ez az ő dolguk. Alperesek alappal hivatkoztak arra, hogy az ügyfélforgalom, vagyis ténylegesen korlátozás nélkül bárki számára nyitva álló bankfiókba való belépéshez joguk volt, majd az ezt követően azonnali, így alapjogokat sértő távozásra való felszólítás jogellenessége folytán azzal nem követtek el jogsértést, hogy a bankfiókban bennmaradtak, és a gyülekezési jogukat gyakorolva békésen, csendesen véleményt nyilvánítottak.
Hát erről beszélünk, gyerekek, erről beszélünk gyakorlatilag most már 4 éve. De 2015-ben voltak az első birtokvédelmi esetek, 4 éve ezt mondjuk. Csak elért, csak eljutunk valahova. Hát ha elég sokáig és elég sokszor mondjuk, akkor azért mindenképpen eredményes lehet, hiszen a kiskakas is. Elég sokszor mondta, akkor működik. Laci, nem kellene kinyitni egy jobb ajtót? Esetleg nem is nektek is melegetek? Vagy csak... Na jó, mert én is úgy fölpörögtem most már. Kedves nézők, nagyon forró hangulat itt ezen a mozgalmi találkozón. Közben ugye pont egy Fidesz-irodás képet láttok, amikor ugye ott is elindult egy eljárás ellenünk, ez meg egy kamatemelő és hitvány bankból valószínű a távozásunk után kicsit felpörgetett hangulatban álltunk, itt pedig egy másik bank, ez is lehet, hogy kamatemelő és hitvány bank, ahol éppen egy véleménynyilvánítás folyik, tehát ez volt a kis szösszenet. Te nézed közben, hogy valakinek kell-e válaszolnunk, vagy végigpörgessük a szusszanásnyira? Ó, milyen sokat írtatok, ennek nagyon örülünk. Sziasztok, igen. Mészáros lánya adócsaló, ezt nem tudjuk, mert ebben az ügyben nem folytunk bele. El kell menni a házához és megnézni, hogy ez hogy van. Ugye itt egyetértések vannak, a mocskos Fidesz és kitartást kívánnak nekünk. Hajrá, legjobbak vagytok. Mindenkinek joga van élni és élni hagyni. Uzsorást is üdvözlitek. Biztos, hogy nézik, igen. Uzsorást, lopáshoz való jogát sértjük. Igen, abszolút, igen. Ők így gondolják. És kérdezik az uzsorást, hogy jó-e a hang, tetszik az adás, nagyon ülök neki. Még nem értek vissza, hogy jó a hang? Nem. Nem? Hogy minek mentek ki a Kossuth térre sátrazni? Igen, én is azt gondolom, hogy teljesen fölösleges. Nem ott kéne sátrazni, tehát jó a sátrazás, de nem ott kéne sátrazni, tehát ez csak a politikai szarkavarásnak vagy kint a szabadban, mert akkor a sport jellege, illetve a... Okay. A rekreációs jellege van meg, vagy pedig mondjuk a város. Igen, így van. Ugye itt írták, hogy ugye kint volt a sportrendezvényen, hogy a szurkolók kiárták, hogy Csányira vonatkoztatóan halálod napja nekünk ünnep nap lesz, vagy ünnep lesz, és ugye nem tudjuk róla, hogy azok ott állnak-e a bíróság előtt, és hogy ne hagyjuk magunkat, rúgjuk őket picsán. Tehát, picsán rúgjuk. Igen. Remegjen a Csányi. Igen, idáig jöttünk, tehát csupa egyetértés folyik éppen a cseten, és akkor lehet egyébként ezekhez hozzászólni a többieknek is. És akkor nézzük, a fiókvezetői felszólítások voltak, hogy... Igen, a verő emberek hazugságai, ugye ezeket nagyon részletesen kielemezte a bíró, tehát ugye ezek a... Mint egy felkínálva a kártérítés az ügyet. Igen, tehát ugye? Ezzel azért könnyen előfordul, hogy ebből nagy ügyet fogunk csapni. Ugye eleve csak azokat vette figyelembe, előrejáróban írta a bíró, ami nem volt ellentétes a tényekkel, amiket ugye a videók meg egyéb dolgok bebizonyítottak. És számos ponton ellentétben álltak az egyéb bizonyítékokkal, amit az Albíri András, az Öktrös Ferenc és a nem tudom kicsoda tett. Ugye azt mondja az Albíri András, hogy alperesek magatartása riadalmat keltett benne és kollégáiba. Öktrös Ferenc rendőrségen azt mondta, hogy nem keltettünk benne félelmet. Tehát jól ki is néznénk egyébként, hogyha félelmet keltenénk. Azt mondja a bíró, nevetve gondolom, hogy valószínűtlen az is, hogy az erőteljes testfelépítésű és saját tanulvallomásuk szerint is kifejezetten az alperesek demonstrációi miatt létrehozott csoport tagjaként eljáró, előzőtesen felkészített biztonsági őrek a náluk idősebb és az események során korábban erőszakos magatartást nem tanúsító alperesekkel alappal megijedtek volna. Tehát ugye most két dolog van, vagy hazudósak az őrök, vagy hazudniuk kell, mert ezt írták elő neki, vagy olyan hülye gyerekeket vett fel a Csányi, tehát akkor elbaszta a PRS vagy a HRS munkatársát, vagy baj lehet, hogy fölvesztek félős biztonsági őröket, tehát akik félnek. Félnek mondjuk a Marikától, vagy félnek a Alitától, vagy jó, tehát én is félek néha. Tehát ez egy másik. És félelmükbe egybe elkezdenek dulakodni. Igen, rögtön úgy megijedtünk, hogy dulakodunk. Igen, tehát mondtásztak, hogy annyira megijedtek, hogy fellőtték az e-mailt. Ja. Abszolút, igen. Félelmükbe. Lehet egyébként, csak nem mondták ezt, hogy ők szaladtak volna kifelé,
és azért véletlen ellökték az imrét, mert úgy megijedtek mondjuk a zsókát, ott volt a zsóka gyerekek. Igen. Na jó, hát a zsóka is félelmetes. A zsókánál már csak Ilonka félelmetes. Hát vagy a Szőke György, igen. Hát abszolút, hogy meg Szőke Györgyike megjelenik, így több, ekkora is, és... Félelmetes. Tehát... Nem, szerintem egyébként átprogramozták az EPROM-ot a droidokba. Hát készen. Hát félő program. Véletlen, ki akarták őket képezni valamire, de átkattintottak, egy másik fájlt töltöttek be nekik, a félős programot. Félős program, igen. Kész, vagy a hazudós programot, tehát ezt most nem tudjuk. Mondjuk ilyen őrök mellett nem csodol, hogy az egész család fél. Tehát... Hát igen, de... Az őrök félnek. Kerék, erdő, minden is az egész családra van szar. És nincs kéz, mert az összes devizás ennyire fél, mint ezek az őrök, akkor ilyen nap a verekedés lenne az utcán, nem? Abszolút, igen. De az utcán járunk elő embernek, oda mert szólni, te vényugger, mit keresel itt? Igen. Szétrúglak. Igen. De fél. Sányit meg nem védik meg. Igen. Innen, tehát valahol ez a zsuzsorásiknál, ez a félelem, nem tudom honnan jöhet, tehát a kolbászlopásból, vagy honnan eredhet, tehát hogy mint ugye így minden, tehát lehet, hogy náluk az a felvételi követelmény, félsz, nem, akkor nem veszünk fel. Félsz, igen, jöhet. Szerintem ez is a propaganda része, tudod, éjjel fölkeltik, félek. Mindegyik. Mert ezt jól meg kell. Mert ugye fél a zsuzsorás, fél a felesége, félnek a gyerekek, félnek az őrök. Fél a Zsuzsi. Zsuzsi, akinek nem tudjuk a vezeték nevét. Igen. Rájöttem, szerintem már kolbászlopás közben is attól fosott, hogy nehogy észrevegye a kuvasz. Akkor megnézheti magát. Félben lopta a kolbászt. Én ha félelmemben annyit loptam volna már nem is félnék. Én is ezt mondom. Ja. Na mindegy, tehát a félő program és a hazudós program is megvan. Azt mondja a bíró, a tanú vallomása szerint az ügyintézők le voltak fagyva érkezésükkor, ezt azonban cáfolják a felperes által csatolt videó felvételek, mely szerint az ügyintézők az események során a biztonsági őrök erőszakos fellépése előtt, de azt követően is, más ügyfelekkel ügyeket intéztek, a pultnál ülve, állva, maradtak, beszélgettek, telefont nyomkodtak. Ja. Tehát ugye hazudtak, megint hazudtak, hát ugye a videó teljesen más mutatott, nem beszélve arról, hogy szintén megemlíti, hogy az őrök erőszakos fellépése, tehát ez nagyon jól néz ki ebben az ítéletben. A tanú a videófelvételekkel ellentétben állandóan tagadta azt is, hogy elsőrendű alperes nyakánál az oszlophoz szorította volna. Ugyanakkor ezen cselekmény a 4-es számú kamera felvételén 13-22-12-kor, valamint az 5-ös számú kamerán ugyanebben az időpontban tisztán látszik. A tanú azon állítását, miszerint minden biztonsági őrön volt kitűző, szintén nem támasztják alá a felvételek, amelyeken nyakba akasztott kártya csak Jónás Lászlón látszik, és ugye azt se látszik, hogy mi van rajta. Tehát hazudnak. Tehát ez náluk ez a kettő. Félelem és hazugság. Most az a kérdés, hogy attól félnek, hogy rajta kapják a hazugságon, vagy egyébként is félnek, és azért hazudnak, hogy ne látszon a félelmük, de az meg látszik. Ökrös Ferenc tanúvallomása szerint a nagy ügyféltérben érkezésekor az ügymenetet semmi nem gátolta, azonban egyéb részeiben az ő tanúvallomása is ellentétben állt az egyéb bizonyítékokkal. Állításával ellentétben rajta jelvény a felvételen nem látszik, és tagadásával ellentétben a harmadik és negyedik számú kamera felvételén 13-22-34-kor tisztán látszik, hogy a Imrét hetedrendű alperest ellöki. Ezen mozdulata semmiképpen sem lehet olyan, amellyel a magát eleső alperest kívánta volna elkapni, mivel a felvételen egyértelműen látszik, hogy a tanú nem az alperes után nyúlva próbálja elkapni őt, hanem egyenes felsőtesttel, erőteljes kézmozdulattal magától hetedrendű alperest ellöki, aki ennek hatására esett neki az üvegfalnak, mely így a tanú behatása folytán és nem hetedrendű alperesnek felrólható módon tört össze. Igen, Jónás László azt mondta, ez ugye a harmadik őr volt, hangoskodás csak akkor kezdődött meg, amikor az alperesek pulthoz való jutását a biztonsági őrök megkívánták akadályozni, és ennek során a fentiek szerint első és nyolcadrendű alperessel szemben a fentiekben kifejtett testi erőszakot alkalmazták. Azt mondja, hogy ő úgy közölték a jogosultságukat, hogy erőszakoskodjanak, kitűző volt rajtuk, de ugye a bíró szerint, és szerintünk is csak Ökrös Ferenc tanúnk volt látható, így alpereseknek egy másik két szeméről nem kellett, hogy tudomásuk legyen, hogy kinek a képviseletében milyen jogon járnak el velük szemben. Ugye ők már nem szólítottak fel minket, és
És hogy mondtuk, hogy csak pár percig maradunk, és megpróbálták megakadályozni, hogy mi oda menjünk a pulthoz. És akkor itt látszik, hogy a 13.30-kor, még mielőtt kijöttek a rendőrök, elállták az ajtót, és ezt cáfolja, hogy amit mondtak az őrök, hogy a rendőrök kérték meg őket, hogy a bank ajtajának ellenlására, mert hogy ez még előbb megtörtént, mint hogy kiértek a rendőrök. Tehát így elég nehéz volt lett volna a rendőröknek megkérni őket, ha csak nem időzt utazás történt az ATM térben. Meggörbítették az ATM teret, mi? Így van, így van. És ugye az van, hogy ugye még egyrészt ügyet intéztünk utána, tehát azért nem mentünk ki, másrészt meg, hogy nem engedtek ki, mert elzárták az ajtót. És akkor a fentiek alapján megállapítható volt, hogy azzal, hogy felperes a táblák tartásából álló békés demonstrációt azonnal megtiltotta, aránytalanul korlátozta alperesek gyülekezési és vélemény nyilvánítási jogát, majd amikor alperesek az ügyintézésben Szőcs Józsefnével együtt részt kívántak venni, alperesi megbízottak szakszerűtlenül eljárva, szükségtelen személy elleni erőszakot alkalmazva nagy mértékben hozzájárultak a demonstráció békés jellegének rövid időre való megszűnéséhez. Így van. Az erőszakos cselekmények megszűnésével a békés jelleg a tanulmányok szerint is ismét visszaáll. Tehát rajtunk nem múlott, hogy békés legyen a dolog, és eddig soha nem múlott rajtunk, hogy békés maradjon minden. És továbbra se húztunk egy fekete karóba. Közben kérdezte Bukta Zsófia, hogy mikor lesz a tárgyalás. Május 22-én így van, Zsófia, 8 órakor kezdődik a tárgyalás, érdemes időben jönni, mert nagy tömeg lesz a bíróságon a bejutáskor, és mindezt 15 perc alatt kell elintéznünk. Sőt, hallottam egy olyat, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel belépőt fognak árulni a később érkezőknek. Még ez is előfordulhat. Úgyhogy jóval 8 előtt oda kell érni a bíróságra, ugyanis 8-kor kezdődik minden tárgyalás a bíróságon, és ugye be kell jutni, és ugye nyilván 8-kor. Hát csak biztonsági legény 8 lesz, hogy 25 fokban. 8-kor. És akkor 3-4-8-kor nyitják ki az ajtót, és ugye ott leszünk mi vagy 50-en, tehát mindenkivel együtt. Kérdés, hogy Csányival hány biztonsági őr jön, mert ugye most jöttek vele vagy 10-valahányan, hát és nem volt ott a Csányi. De ugye ne felejtsük el, hogy legutóbb, amikor a sárga pólósok ott voltak az OTP kongresszusán, akkor a TEK védte meg a készenléti rendőrség a Csányit, tehát azok kísérgették ott. Egy jó, nem közszereplő. Igen, Csányi, nem, én kis szerénke vagyok, és nem is érdekel, hogy gazdag szerénk vagyok, mert... Ibolya, igen. Kis Ibolyát tessék. És innen jön az, amit a dédi mamám mondott, hogy aki kurvának áll, az ne csodálkozzon, ha megdugják. Most ez így ugye jó körbe kerített. Pontosan, hogy mennyi a vagyona. Hát megmondják mindig neki. Olyan elhanyagolható igen, igen. Adat. Megmondja a Forbes magazin. Forbes is megmondja meg a magyar. Nem lehet olyan sok, mert taxira nem telik. 10 000 nem fér bele a taxira, igen. A végén kiderül, hogy... Igen, és ugye a 300 milliárd forintos vagyonból olyan nagy dolog a Csányi szerint 3 milliárdot jótékonyságra költeni. Tehát ez mint hogyha valakinek a 300 ezer forintos vagyonából mondjuk 3 ezer forintot. Ugye az ugyanez a... Igen. Most dicsekedett vele, hogy firtatják, hogy ő most már csak második a ranglistához, hogy engem nem érdekel, hogy én hanyadik vagyok. Engem az érdekel, hogy a gyerekeknek minden nap kenyér legyen. Meg taxipénz. Nem baj, majd az lesz, amit Krisztián mondott. Ennyit mondott a tévében. Igen, igen, RTL. Krisztián mondott, hogy ugye belépő díjas lesz a bejutás azoknak, akik későjönnek a tárgyalásra, hogy ami összeg szépen így összegyűjt, reméljük, hogy sok lesz, azt akkor felajánljuk itt taxira. Tényleg lehet, hogy gyűjteni kell. Tehát következő tárgyaláson, kedves nézők, hozzon mindenki egy 5 forintos, és akkor így a Csányi családnak taxira, hogyha véletlen a gonosz sárgapólósok a Laura úton véleményt nyilvánítanának, akkor szegény el tudjon menni taxival. Azért papír zsebkendőt tudjunk venni, nehogy ott nagyon sírjuk. Igen, hozzatok, igen, mindenképpen papír
papír zsebkendőt mindenki hozzon, mert hogyha most érted, még mi lehet, hogyha a Csányi gyerekek ilyet mondtak, vagy a Ádám, akkor vajon még mit fognak előadni ebben az ügyben? Tehát nehogy az legyen, hogy úgy sírunk, hogy nem lesz zsebkendőnk. Ja tényleg, akkor a ne fizes bankokat majd felül kell billogozni, hogy viszont taxizásra nem alkalmas. Igen. Ez a gyerekeknek kenyér legyen, őt az izgatja inkább. De Sanyi, akiket tönketették, kifosztottál utcán élnek, azoknak a gyerekeknek van kenyerük. Igen, így van. Így van. Mondjuk az is érdekelhetne. Mert hogy te juttattad oda őket. Kukába meg ide-oda. És a társaid. Sumák, Pali, szia! Te is, meg Sorolt. Csak ilyenkor a hasonlók megkérdezik, hogy hát ha nem fussa kenyérre, miért neveznek kalácsot, nem? Például ezt is lehetne. És ki is tört a francia forradalom emiatt. Ez a Fidesz gyerekek, ez a Fidesz. Szegények majd loknak maguknak. És akkor azt írja összegzés, tehát hogy a bíró mégis hogy összegezte ezt az egész történetet. Azt mondja, hogy a fentiek szerint alperesek. Az alaptörvény 8. cikk 1-es bekezdésének és 9. cikk 1-es bekezdésében gyakorolt alapjoga gyakorlásában őket felperes. A PTK 5.13 paragrafus 1 és 2 bekezdés, 5 1 bekezdés, JTV 2 1 bekezdés szerint alaptalanul korlátozta, mivel birtoklását az alperesek nem jogalap nélkül, hanem alapjogai gyakorlásával kívánták előre bejelentett módon rövid ideig békésen és csendesen zavarni, kizárólag azzal, hogy egyéb figyelemelvonás, zavarás megvalósulása nélkül különböző szövegű táblákat tartanak fenn felperes azon bankfiókjában, ahol felperesnek saját előadása szerint sem kellett még korábban ilyen demonstrációt eltűrnie. Amikor már azt hinnénk, igen, hogy nem lehet magasabb szintre tenni, akkor a bíró még ezen csavar egy kicsit. A fentiekkel szemben nincs jelentősége felperes házirendjének, amely nem jogszabály, és így annak jogszabályokkal, alaptörvénnyel és nemzetközi egyezményekkel ellentétes tartalma a demonstrációk, véleménynyilvánítás általános tiltása kötelező erővel nem bírhat, pusztán annak megsértése automatikusan nem is eredményezheti birtokháborítás megállapítását. A perben az sem került bizonyításra, hogy ez az alapszabály mikor, ki által, kivel és milyen tartalommal került volna ismertetésre, internetes honlapon való elhelyezés és az ügyféltérben való online terminálon vagy más módon való elhelyezés biztosítása nem feltétlenül eredményezi azt, hogy a bankfiókba belépő az szükségszerűen megismeri. A HPT 67. paragrafus 1 bekezdés, 2 bekezdés kapcsán felperes csak általánosságokat adott elő, a keresete bármiféle konkrét tényállítást mellőz arra vonatkozóan, hogy a bank biztonsága mi módon sérült volna a kizárólag az ügyfelek számára egyébként is nyitva álló ügyféltérben nyitvatartási időben táblákat tartó alpereseknek felróhatóan. Hát gyerekek, ez a mérték. Tehát én azt gondolom, hogy ha bármilyen bíró alapvető jogokat érintő ügyben kell, hogy döntsön, már pedig a legtöbb ügy valamilyen módon ilyen, tehát mondjuk közlekedési szabály sértésen túl mutat, vagy egy sima miért még az is lopás, ami az is, igen, tehát simán rávernek olyat a népre, amit teljesen követnek. Így van, tehát akkor ez a mérték, tehát ilyen módon fel kell deríteni, ugye láttunk már ilyeneket azért annak idején Barnóczky Pétertől, Hanzó Gabriellától, volt még, tehát a Budapest környéki törvényszéken a téglás ügyben, illetve volt még egy valaki, aki szintén garázdaságos ügyekben. Hát, tehát a Budaörsi járásbíróságon legutóbb. Tehát azért voltak ilyen esetek bőven, de azért ez az alap. Tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki közel kerül mondjuk véleménynyilvánítás szabadságához, ami azért egy nagyon magas polcon lehetne ez az alapjog, ha gyakorolnánk, mert ugye ha az emberek nem teszik magas polcra az ő jogaikat, akkor az azt szépen lesöprik. És behajítják a sarokba, és akkor kutya se foglalkozik. Így van, nem foglalkozik. De ezt így kell gyakorolni, mint mi gyakoroljuk. Tehát alapot kell teremtenünk a bíróknak, és a jog alanyoknak, tehát akik alkalmazzák a jogokat, hogy ezeket használhassák, kiművelhessék, sziporkázhassanak ezzel. Na de hát ez úgy, hogyha kiállok oda, ahova megengedi a rendőrség, bambán bámulok valami észosztót, gyerekeket, nem, tehát ez nem.
Ez nem feszíti a határokat, ez mindig lefaragnak belőle egy kicsit, akkor most se szabad, más se szabad, más se szabad, más se szabad, és a végén észre se veszed, hogy nincs semmi. Ugye már nem tudom, hogy ki mondta, ugye azt mondta, hogy akik nem mozdulnak, észre se veszik a láncaikat. Persze. És mindig szoríthatnak rajta egy kicsit, mindig kicsit kintebb szoríthatják, mindig egy kicsit kintebb szoríthatják. De mi ezt nem hagyjuk, mi szorítjuk kintebb a hatalmat a diktatúrából. Hát ezt kell csinálnunk, és újból ezt kell csinálni. Róza Luxemburg. Róza, így van. Köszönöm. Jó, de az a bíró se sziporkázhat, akinek azt mondják, hogy csak ilyen ítéletet hozhat. Mondhatná azt, hogy nem. Mondhatná azt, hogy ő is ennek így utána néz. Mondhatná azt, hogy ez a bíró is megtett. Így van, ez a bíró is. És ugye azt azért... Az esküjének megfelelően alkalmazta a törvényeket, ami ide van. Így van, pontosan. Ki mondja, pontosan, hogy a házi rend nem jogszabály. Így van. Emberek, az egy belső utasítás. Így van, de hát egyébként volt olyan bíró, aki megállapította, hogy a házi rend nem jogszabály, ezért nem küldte alkotmánybírósági felülvizsgálatra, majd a házi rend megsértésére hivatkozva birtokvédelemben elmaraszta a kritikát. Hát menjen a büdös picsába az ilyen. Holott ott van vele szemben a vélemény nyilvánításhoz való jog, ami nem is csak egy sima jogszabály, hanem egy alapvető jog. És egy OTP, egy piaci szereplő, egy gazdasági tevékenységet végző cégnek a firkálmányra hivatkozva azt mondja, hogy elkövettük a birtoksértést. Mi ez? Na hát ilyen ítéletek kellenek, ehhez kellenek nagyon sok ember, mert egyébként, ha ezt százak és ezrek csinálnak, akkor ide se jutnánk, akkor eszébe se jutna senki birtokvédelmet kérni, meg egyébként a bírók is sokkal szabadabban mondhatnák, hát gyerekeket, ez a szokás most már, hogy bankokban véleményt nyilvánítunk. De legalább akkor most mozdulnának meg az emberek, és mondanák azt, hogy ott letöltjük ezt az ítéletet, és így megyünk hányszor mentünk az elején úgy be a bankokba, hogy állandóan vittük nekem most is be van az összes. Nem van a táskába, mindig ott van. Hát mindig kivettük, és akkor a rendőrség kicsit tanult belőle. Így van. Tehát tényleg, aki most már azt mondja, hogy elindulna, bátran töltse le ezt az ítéletet, és menjen az OTP-be, vagy bármelyik bankba. De ne csak lélekbe. Ne csak lélekbe. Így van. Lehet menni. Na és akkor innen jön az a kérdés, szerintem nem muszáj megválaszolni, mert adja magát, hogy mi a különbség a bíró és a helytartó között. Így van. No, hát szerintem ezzel a résszel egy kicsit meg vagyunk, le is veszem a vetítés képet. Hogy akkor megint minket tudjatok nézni. Így van. És akkor menjünk tovább. Tehát amit Marika mond, teljesen egyetértek, ez az ítélet elérhető a Nem adom a házamat mozgalom oldalán, lehet vinni, lehet lobogtatni, hogyha bármikor belétek akarnak kötni, itt van, hogy szabad ilyet csinálni. Konkrétan leírta a bíró, és akkor akár a rendőrnek megmutatni, akár a banki ügyintézőnek, aki puposkodik, akár az őrnek, aki puposkodik, és akkor mondani, hogy te itt most véleményt fogsz nyilvánítani, mert jogod van hozzá. Tehát ez, és csak annyi jogod van, amennyi jogot gyakorolsz. No, ezzel szemben egyébként, ahogy az Zalaegerszegi Járásbíróság bírája, ugye ott is van egy birtokvédelmi ügyünk, egészen odáig ment, hogy alkotmánybírósághoz is fordult, ezt a jövő héten fogjuk valószínűleg elemezni, még mi magunk is egy csomó mindennek utána nézzük, ugyanis fideszes alkotmánybíróság, bár megállapította nagyon jó megállapítással, hogy a banknak a tulajd, vagy a pénzszerzéshez való joga az nem alapvető jog, a tulajdon jog kapcsolatban, tehát nem származik egyértelműen belőle az alapvető joga, de egyébként is lehet magánterületen véleményt nyilvánítani, szabad, mondta az Alkotmánybíróság, kivéve az OTP bankot. Gyakorlatilag szinte ezt mondta, illetve szabad, ha megengedik. Na de nyilván, és ugye éppen örüljünk neki, mert szabad, csak engedjék meg. Na tehát gyakorlatilag nem szabad, ezt fogjuk majd kielemezni, hogy ők mit gondoltak erről, és hogy milyen lépéseket fogunk tenni ezzel kapcsolatban, ezt a következő talin beszéljük. Mint ahogy azt is részletesen, hogy talán még néhányan emlékeznek, 2017. szeptemberében Budaörsön az OTP bankban, szintén otthonti Propicsányi bank, hát gyerekek, hát, mert ugye ez az az ember, aki ugye
állandóan hisztizik, hogy miért mondják róla, hogy lopott, hát azért gazd meg, mert 1000 milliárdot vettetek el a haverokkal a tisztességtelenül az emberektől, tehát itt láthatjátok ezt, nem is tetszik neki, hogy ezt mondjuk róla. Tehát ott ugye Sándor Lacit és engem a rendőrök kicipeltek a bankból, pedig egy véges vélemény nyilvánítás volt, és azt mondja, közel 2 év után, tehát elég hosszan mérlegelték ezt a dolgot a Független Rendészeti Panasztestületnél, és ez az első esetünk, ahol nekünk igazat adtak. Azt mondja, hogy ezt megküldi az országos rendőrfőkapitánynak, hát kíváncsi leszek, mit fog szólni. A testület megállapítása szerint a vizsgált ügyben alapjogot súlyosan sértő intézkedésre került sor. Tehát már mint a panaszos, az itt ebben az esetben én voltam, jogom sérült, kapják a Póka László panaszos és a dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy országos rendőrfőkapitányság vezetője. Na majd nyilván rákérdezünk, hogy mit szól hozzá ehhez. Azt mondja, csak egy-egy szösszenetet olvasok most belőle, az egyes alapjogok sérelme már egyenként is elérte azt a szintet, amely a testület súlyos alapjogsérelmet megállapító állásfoglalását megalapozza. Ezért a többszöri jogsérelmet súlyosító körülményként értékelte a testület. Ennek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint foglalt állást. Sérült a tisztességes eljáráshoz való jogom, az emberi méltósághoz, testi integritáshoz való jogom, és személyi szabadságot korlátozták a rendőrök. És hogy egyébként a hülye utasításukkal kitörölhetik a seggüket, amit egyébként is megírtunk nekik, nem is akár. És a főkapitány azt mondta, hogy ilyen utasítás nincs. Igen, tehát hogy nem létező, mert ugye nyilván volt, gondoljuk, hogy nem a Tölgymegyesi meg a Skáfár nem az ujjából szoktak ki, tehát valószínűleg volt, de miután elkezdtük sérelmezni, letagadták, tehát még persze. Csak hazudtak is. De papírod van róla, hogy nincs. De most már tudjuk, hogy nincs, és hogy egyébként nem is lehetne, tehát ez is így van. És akkor ma még mindig lesz egy apróság, ugye a saját ügyeinkben, nem tudom, hogy történt-e valakinek a saját ügyében említésre méltó, most éppen nem, a tiéteket átbeszéltük, ugye a Marikáéké tart ott, hogy most felfüggesztették a felfüggesztett végrehajtás mellett, a végrehajtás megszüntető pert is felfüggesztették, tehát gyerekek, megéri küzdeni és haladni ezekben az ügyekben. Egy kicsit úgy tűnik, mintha ügyvéd nélkül jobban megérne, mert valahogy az ügyvédek csak gátolnak. Egy kicsit olyanok, mint én a tánccal, hogy a zene csak zavar benne. Tehát, és egy picit ilyenek az ügyvédek sok esetben a perekben, hogy az ő ilyen csőlátásukkal sokszor, és az egy-egy dolognak a képviseletével zavarják ezt az ügyet. Például most láttam egy sebizás ügyben nagyon törtető ügyvédcsapat, mintha feltalálta volna a spenyol viasztot, adja elő, hogy hát gyakorlatilag ezek a szerződések el is lehetetlenültek a bank hibájából. Mondják ezt most 2019-ben, de mi már a 2013-ban beadott anyagainkban folyamatosan erre hivatkoztunk, és ezt azért, ha jól emlékszem, Lehmann György vetette még ezt megelőzően föl először, és mi ezt még jobban kimunkáltuk. És azért azt se felejtsük el, hogy ebben a hónapban van 7. éve, így mutatom, hogy 7, kedves nézők, így 7, nem tudom, így látjátok-e. Mint a 7 pont. Mint a 7, igen, 7 pontos. 7. éve egy kurva kanyut nem fizetünk a Szopjon Banknak. Köszönjük szépen, jól vagyunk. A végrehajtásunk felfüggesztve, a végrehajtás megszüntető perünk is sokáig fel volt függesztve. A Szopjon Bank évekig szopott azzal, hogy eladja valami madárnak a követelést, mert ugye nem akart velünk szenvedni. Tavaly szeptemberben talált egy madarat. Azóta nem tudják bejegyezni a végrehajtásban jogutódként magukat, és még csak ott tartunk, hogy fellebbeztünk az ügyben. És ugye most emiatt egy kicsit ácsorog maga a végrehajtás megszüntető perünk is. És egyszerűen így működik ügyvéd nélkül, egész egyszerűen azért, mert nem csak a fasságokat nézzük a Facebookon, elolvasunk mindent, ami fontos lehet, mindent beleteszünk, mindent beleírunk, mindenre rákérdezünk, mindent megkifogásolunk, és gyakorlatilag és fillérünk be. Ekkora halomik aktákkal megyünk. Megyünk, és a bírónak is van egy ekkora halom aktája, nekünk is már vagy a 3. bíró van ebben az ügyben.
többször már volt PBT-n, meg bíróságon, meg idejött, meg odajött, tehát ezek még vannak, és mi mindig ott tartunk, hogy valószínűleg a bank tartozik nekünk, tehát egyelőre teljesen rendben vagyunk, és ugye most legutóbb pedig, ugye ez a madár cég, akik megvették a Zopion Banktól a követelést állítólag, felfedeztünk benne egy fideszes szálat, valószínű, nem mondjuk biztosan, de gyanús, hogy a cég egyik vezető tagja ennek az RT-nek, vagy ZRT-nek, vagy nem tudom mi ez, pontosan ugyanolyan neve van neki szó szerint, mint egy fidelitásos aktivistának. Lehet, hogy csak véletlen, de tudom képzelni, mert ugye vannak azonos nevű emberek, nyilván ezt ki fogjuk még deríteni, és akkor ezzel is nagyot fogunk borítani, tehát ez is benne lesz a dologban. Egyébként pedig a Sopronban károsultak közössége Facebook oldalon követhetitek az eseményeket, tehát erről minden anyagunk fönt van, és mindenki használhatja szabadon. Tehát nem védettük le mindegyes magukat jogvédőknek nevezők. Nem kérünk több százezer forintot, hogy valakinek megírjuk a sablonkeresetét, vagy bármi egyebet, hanem tessék szépen ott használni. Tehát mint ahogy Lehmann György tette a nagy úttörő, ahogy ment előttünk, mindent kitett a Facebookra, tessék szépen használni, és tessék olvasni, tessék átgondolni, tessék átérni a saját ügyre, tessék mindennel bombázni a bíróságokat, és tessék kiállni magadért, és tessék kőkeményen fellázadni a kifosztás ellen. És természetesen... A járvás éva ilyen, hogy mindent kitesz, amit... Nagyon jó, ilyen. Nagyon helyes, így kell ezt csinálni. És ő is azt mondja, hogy mindenki vegye kézbe a saját ügyét. Így van. Tomás. És tessék dolgozni, mert ezzel az is sok munka van ám. Rengeteg munka. Na jó gyerekek, de hát 20-30 milliókról van szó, amit követel a bank, és lehet, hogy nem kell megfizetni. Mennyi ideig kell gürizni a szalag mellett 20-30 millió forintért? Soha nem fogod tudni, évig. Soha nem fogod tudni kifizetni? Gyerekek, tudok olyat, aki 3 szalag mellett dolgozik, és még mindig nem tudja fizetni a havi törlesztőt. Hát így van. És elveszik a házát, fizeti, elveszik a házát, és még mindig tartozni fog. Tehát mi nem fizetünk, nem veszik el a házunkat, és nem tartozunk. Azért egy kicsit olvasunk, kicsit utána járunk, kicsit basztatjuk őket, kicsit fosnak tőlünk, kicsit már ugye az egyik tárgyaláson majdnem megfulladt az ügyvéd. A bank ügyvédje annyira kiakadt ezen a dolgon. A PBT-nél telefonos segítséget kértek, és úgy nem találták a svájci frankot. A másik tárgyaláson, a másik perekben meg bíróváltáson lehet, hogy tele van ott ki a bírónak, hogy már azt nem csinálja tovább. Ennyi, így van, azt mondja, én ezt nem nyomom tovább. Igen, és lehet előre jutni, lehet, menni kell tovább. Következő héten izgalmas hetünk lesz. Ugye, ha már így a saját ügyeknél járunk, Marikáéknak nagyon a vége felé jár a banifos, kofizdíszes, autós, hiteles ügyük a Varsányi Irén utcába. Csütörtökön, ugye 25-én csütörtökön 10 órakor kezdődik a tárgyalásuk a Varsányi Irén utcába. Mindenkinek javasoljuk, hogy menjen, ha tanulni akar, tehát izgalmas dolog lesz. De előtte 9 órakor, és valószínűleg átfedés lesz, tehát ketté fog oszlani a sárga pólós csapat, a Kúrián, hát ez az ítélő tábla, de ugyanabban az épületben az én terror cselekményes ügyem lesz. Kedves nézők, ha van kedvetek hozzá, most már lassan 6 éve folyik ez a dolog. Ez a 9. bíróság lesz, ami eljár ebben az ügyben. Harmadszor fordul meg ugyanaz az ügy az ítélő táblán, tehát ez a 3. eset lesz, hogy az ítélő táblán megjelenik az ügy. Hát kíváncsian várom, hogy ebből még itt lehet kihozni, mindenképpen izgalmas lesz, és ugye tudjátok, a bejutás sem egyszerű a sárga pólósoknak, bár most a 8-as terembe írták elő a tárgyalást, de aztán lehet, hogy ugyanúgy a hátsó bejárat a melletti terembe. A Stollár Béla úton. Nem az volt a 8-as? Az a 9-es volt. Nem 1-es vagy 2-es volt? 9-es volt? Lehet. Nem. Szerintem most is szerintem ott az. Na mindegy. Hátsó bejáratos. A Stollár Béla. Van-e még valami, amit közöl, vagy így a... nyilvánosban akarunk megbeszélni. Király Júlia. Király Júlia, jövő hétre beszéljünk hét. Róla, jó? Egy jó kicsit van. Kitettem az anyagot, mindenki jó kicsit elmérkedjen róla, hogy most akkor a Csányi vagy a Júlia, tehát kinek van igaza, mert egyiknek nincs. Tehát valaki biztos, hogy kurva nagyot hazudik ebben a dologban. Nekem van tippem, tehát én ugye eddig többet hallottam valótlanságokat állítani a Csányi családot, mint Király Júliát. Tehát
ebből adódóan most így akkor rávetíthetjük ezt a dolgot. Tehát feltétele, ők is feltételeznek mindig, akkor mi miért ne feltételeznénk, hogy akkor jó eséllyel a Csányi családnál van a probléma. Kicsit szedjük már össze ezeket a gondolatot, mit állított Csányi, mit állított Király Júlia, és a Krisztián már írja is magának, akkor én már nem írom fel. Tehát a Krisztián fogja ezeket előszedni, és én is ide felírom, hogy a következő Talin Király Júlia, és... Ami a jövő hét pénteken van, ugye? Így van, jövő hét péntek, mert hogy csütörtökön még nagy események lesznek, és utána pénteken mindent szépen átdumcsizunk ezzel kapcsolatban. Ma a Baranyi Csaba lámpagyújtogató könyvéből miben változott meg az életed a devizahitelezés miatt? Kérdezte a Csaba. Miben nem? Mindenbe, gyakorlatilag. Abszolút. Már nem az az élet van, mint. Mióta? 13 óta? Ugye? 2013 óta. Hát de azért várjál, ne felejtsd el, 2009-től azért már jelentősen megváltozott. Így van. Akkor már. Az életünk, úgyhogy... De a mai napig nem adjuk föl, és a mai napig nem adjuk el oda a házunkat, és a mai napig együtt vagyunk, hála meg magunknak. És rengeteg bátorságot, és rengeteg tapasztalatot, meg én merem mondani azt, hogy tudást is szereztünk ez alatt a... majdnem 10 év alatt. Nagyon sokat. De főleg tapasztalatot, tudást, és rengeteg embert megismertem én azóta. Nagyon sokat. Úgyhogy én így azt mondom, mindamellett, hogy nehéz az élet, de rengeteg előnyt és pozitív dolgot láttok, meg tapasztalok belőle. Hát megpróbáltuk ezt az egész helyzetet a magunk javára fordítani. Tehát, hogy nem eltemettük magunkat, hanem valahogy azért... Hát valahogy azt lehet mondani, Münchhauser báró módjára kihúztuk magunkat a hajunknál fogva. Ugye? Igazából két nagy változást okozott, tehát ugye az egyik, amikor, mondjuk lehet, hogy három. Én sem tudom, talán bizonytalan vagyok, vagy mégse. Tehát ugye az első változás az volt, amikor az ember még szenvedett, hogy valahogy kigazdálkodja, ugye megpróbált még többet teljesíteni, mert akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez egy átverés, hanem egy kicsit próbáltunk utána menni, hinni abba, hogy majd ez megfordulja, amit a reklámok mondtak, hogy a rövid időre esetleg nehezebbé is válik, akkor majd később ez kompenzálódik, és jó, de jó lesz. Aztán jött a következő nagy változás, amikor rájöttünk, hogy ez nem, tehát akkor döntést kellett hozni, hogy most akkor mit csináljál, fizessed tovább, bűrizzél, feladjad ne, és akkor a mi életünkben a következő változás, amikor elhatároztuk, hogy harcolni is fogunk. Tehát nem elszenvedői leszünk ennek a dolognak, hanem kőkeményen szembeszállunk velük, és megyünk, mint az állat. És ezzel kapcsolatos volt, és én azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban döbbentem rá, ma reggelre, vagy tegnap reggelre volt egy álmom, az arról szólt, hogy valami helyiségben, tehát mindenképpen zárt térben voltunk, és több helyről lőttek rám sörétes puskával vagy fegyverrel, és rengeteg sok sörétet éreztem a testembe, forrók voltak rengeteg sok helyen, és valahogy felmerült bennem, hogy most ebből ki kellene menekülni, vagy nem, és akkor elővettem egy nagy pisztolyt, és elkezdtem csőre tölteni, és elkezdtem lelődösni azokat, akik belém lőttek. Tehát ez tökéletesen érvényes erre, hogy nem elmenekültünk, nem meghaltunk ebben a dologban, hanem igenis, akár összeszedve magunkat utolsó erőnkkel, és igenis kőkeményen odavasztunk nekik. És volt közöttük ismerős is? Nem látszott, hogy ki, csak a... Ezt akartam. Csak Erika nézett. A hatását éreztem, tehát ahogy belemart a rengeteg pici sörét, és érezhető, hogy ez ennek súlyos következményei lehetnek, de nem meghalni készültem, hanem akkor ezeket eltakarítani a picsába. És el kell takarítani a közéletből ezeket a mocskokat, tehát ez a leges, legfontosabb, hogy ne lehessenek tovább itt. Hát mégis mindenki másképp élte meg. Én amikor ugye elkezdtem fizetni, akkor még nem volt gond, mert volt egy megállapodás a bankommal, de aztán amikor egyre többet kellett fizetni, én egyre jobban éreztem magam tulajdonképpen, mert ment az egészségem, többet kellett dolgoznom, nem értem rá semmire, és ahogy te mondtad, amikor abbahagytam, akkor még jobban éreztem magam. Már csak egy hozzászólás, hogyha Sanyinak egy kicsit is rosszabbul menne véletlenül, és tényleg nem jut a taxira, én nagyon fogom sajnálni.
Hát figyelj, mikor rosszabbul ment, akkor az eurótól kapott 21 milliárdot azért elosztották ott egymás között a bankoknál, amit persze, kaptak a devizahitelesek megmentésére. Igen, de hát azért ugye itt a Sanyi, tehát a Sanyira visszatérve, ugye számoltam ezt a 10-15 ezer forint taxit, amit Ádám mondott, tehát Budapesten a Laura útról szerintem nem nagyon van olyan hely, ahova mondjuk 5 vonaljeggyel le lehetne eljutni, ha valaki kicsit észen van. Nem? Tehát az szerintem legtöbb, nagyon sokat mondasz, akkor 3. Mert eleve metrópótlásnál nem kell újat lukasztani. Jó, nyilván. Tehát mondjuk 5 vagy 3, és mennyi egy vonal? 500 vagy 350. 350. 350. Na, várjál, Laci, mert az első a Moszkva tér. Vagy a déli, vagy a Moszkva tér, de mindegy is. Egy vonaljegy. Egy második vonaljegy metró a városban bárhová, tehát azt úgy értelmez, hogy ameddig a metróba ülsz, metrózol, egy jeggyel mész, és utána a következő helyre valószínűleg egy valamivel el tudsz menni. Tehát akkor 1000 és 1500 forint között. Akár a reptérről beszélhetünk, akár Rákos borzasztó túlsó végéről. Itt a Csepelen van egy törés egyébként a Csepeltől még a Csepel kifelébe. Nem értek veled egyet, megmondom őszintén. Mert nem kötelesek sem a hátsó kijáratot használni, sem saját villamossal járni, mikor járhatnak a repülőgéppel is. Tehát az meg a másik. Sőt, helikopterrel is lehetnének. De egyébként csak mondom a csányzsát, simán ki lehet jönni azon a kurva kapun az autóval, szart se érdekli, hogy ki megy ott ki. Tehát úgyse látunk be a sötétített autóba. Tehát nem tudom, hogy úgy tisztában vannak-e vele, mert lehet, hogy ők kilátnak, de hogy nézték-e már kívülről azt az autót, hogy nem lehet belátni, hogy ki ül benne. Uh-huh. És nem is érdekel, tehát az meg a másik fel, hogy nem is érdekel minket, hogy ki ül az autóba. Igen. De egyébként úgy mondjuk ilyen pedagógiai célzatossággal mondva, tehát azért tegye már föl a kezét, hány 18-20 éves gyerek ül be 30 milliós forintos autóba, és megy úgy az iskolába. Egyáltalán autóba. Szóval azért egy kicsit, hogy úgy elgondolkodjatok rajta, hogy nekik esetleg ez a probléma, hogy most egyszer 10 vagy 15 ezer forintot taxira kellett költeni, és nem ülhetett be a kis autójába, szóval azért érzitek ennek a súlyát. Hogy azért mindegyik gyerek, mert van ott egy pár gyerek, 5, hogy azért mindenkinek megvan. Figyelj, Monika, ne elégedetlenkedjél. De beülhetsz a 800 milliós villamosba, úgyhogy legyél. Én várjál, de én nem is vagyok elégedetlen, érted? És 350 forintért. Csak úgy. Csak megsugom, hogy a sárga villamosban. Csak hogy egy kicsit úgy gondolkodjatok el. Tehát, hogy kinek mi a probléma. A villamostól, azért félnek a villamostól, mert sárga. Hát szerintem valószínűleg. Meg a sárga taxiból is azért fél. Igen. Abba baj lesz. Ja. Hát lehet, hogy ez volt a baj, nem a pénz volt a probléma, hanem nem tudott piros taxit. Hát akkor meg a Orbán Viktornál tessék. Tessék, igen, tehát mehetett volna busszal. De és azért lehet menni, tehát el lehet indulni gyalog is. Igen. Nem tudnak ezek közben elni gyalog is sem, hogy vihet egy véleményével. Akár így van. Így, hogy miért sárga a taxi, mert abban ő nem hajlandó beülni. De azért azt se felejtsük el, hogy amíg nem volt ugye jogosítványuk, elmondta az Ádám, addig vitték őket. Igen. Tehát ugye akkor sem sofőr. Igen, vitte őket. Az egész városba félnek, hát azért rengeteg sárga taxi. Vagy jön szembe egy ember, aki sárga pólóban igen. van. Igen, és azért a divatszín, tehát ennek a tavasznak és a nyárnak a divatszíne a sárga. És főleg, ha Kókalászról hasonlít még egy kicsit. Gyereket, azért, hát, Képzeld el, ha meglátnak egy aranyeső bokrot. Hát várjál, a Harasztin az OTP bank előtt, most kétszer mikor mentünk, olyan gyönyörű sárga volt. Tehát az volt a fejlődés, hogy aranyeső, még az lehet, hogy már az OTP visek is tudnak valamit? Nem azért. Ez a tetszik neki. Hát melyik OTP-s alkalmazott meri megmondani a Csányinak? De hogy tetszik neki, hogy ezek megmeri? Tehát ott remény, hú, én láttam őket, elmeséli ott, de benn voltak a bankban. Tudod, az, aki megmeri mondani még a Csányinak is, akik elmennek a házához, képzeld el a házához! Igen, igen. Lehet, hogy majd 50 év múlva így fogják anekdótádba mesélni. Igen. Melyiktek tud sövényt vágni, mert hogyha arra a sárgára rámetszenétek, hogy ne fizess. Igen, az is igen. Csak ahhoz kell kézügyességnek. Kell valami, meg angol kezdés. Igen. Igen. Kérdezi Barabás Zsolt, hogy mi a véleményünk az alaptörvény érvénytelenségéről. Hát nyilván egy tákolmány, tehát ugye
teljes mértékben érvénytelen, és ezt nem kellett volna megalkotni, viszont ez is annyit ér, tehát minden jog annyit ér, amennyit betartanak belőle, tehát amíg a közhatalmat gyakorlók ezt tartják be, és náluk van a puska, és ők vihetnek el a börtönbe, addig ez van érvényben. Tehát ezt kéne végre megérteni, hogy az, hogy mondogatjuk, hogy nem érvényes, nem érvényes, nem érvényes, de alkalmazzuk, például azok, akik azt mondják, hogy nem érvényes, de a gyülekezési törvény alapján bejelentik a rendőrségnek a rendezvényt, és alkudoznak velük a nem érvényes rendőrséggel, a nem érvényes amit törvények, betiltanak. Amit meg, tehát alkudoznak, hogy ide álljak, oda álljak, így csinálják, úgy csinálják, addig nekem ne dumáljon senki arról, hogy mi érvényes, vagy mi nem érvényes. Szembe kell menni vele kőkeményen. A legjobban az az akció tetszett, amikor felfestették mindenhova, mindennel szembe menve, hogy az alaptörvény érvénytelen, tehát ilyeneket kell csinálni. Egyébként meg üdvözöljük Jánosékat, mert ez is egy jó pofa dolog, figyelem, felhívás, hogy most már ugye hosszú ideje, nem tudom pontosan mennyi ideje, éjjel-nappal ott vannak az RTL klub erőt, és ki van feszítve a monino, és kitartanak. Tehát ez jó, tehát ezek már valamik, de önmagában csak ezt mondogatni, hogy nem érvényes, ez szerintem teljesen fölösleges. Kicsit visszamennék ilyen gonoszba. Tehát ha van egy fegyverem, és nem szólítok föl valakit, hogy lelőm, de megteszem, na az az érvényes. Így van, tehát pontosan, tehát amit mi is csinálunk, nem mondogatjuk, hanem szembe megyünk vele. Tehát kőkeményen, az, hogy a bíróságon erre hivatkozunk, hát nyilván a saját szabályaikkal is le lehet egyébként őket győzni, ha ügyesen forgatjuk, de nem tudjuk a mi szabályainkkal, mert nem nálunk van a puska. Így van. Tehát ez ilyen egyszerű, hogy annak az joga érvényesül, akinél a puska van, de ugye nyilván a puskát le lehet győzni kitartással, viccességgel, ma már azért nem valószínű, hogy a tömegbe belelőnének, de hogyha te magad nem védekezel, akkor lecsuknak, mint a szart. És az majdnem ugyanolyan. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon sikamlós történet, cselekedni kell, tehát nem dumálni, hanem oda kell menni, és ezt kell. És de egy hónapra vannak kint, és igen. Ha megfúrod a Fideszt, akkor onnantól megszűnik a tákolmány is. Így van, pontosan, tehát ez nem biztos, mert azért nem egyértelműen állnak ki a tákolmány ellen, a mostani ellenzékinek mondott idomított hát majd. De talán gyengébbek lennének, mint a Fidesz, és talán jobban lehetne őket rávenni arra, hogy valami történjen, de azt ne felejtsük el, hogy egyiknek sem érdeke, hogy a nép érdekében tegyen, tehát ezeknek azért ez nem feltétlen érdeke, hogy ezt megtegyék. No, van-e még valami, vagy nagyjából becsukhatjuk a boltot mára? Hozzáfezár. Igen? Hát akkor kedves nézők, ami nagyon fontos, hogy legyél kiskakas, aki minden nap berepül az ablakukba, követeli a gyémánt félkrajcárt, és elveszi a kártérítést is, amikor erre nincs. Hol nincs? A kiskakas? Nincs lehetősége, mindjárt a kiskakas érkezik, ha már így szóba hoztuk, és Istvánnál itt van a kiskakas, tehát te magad is tedd meg újból és újból. Tehát ez a kis kakas, aki kukorékol, és itt halljátok. És hétvégén túrázni megy, csak bejelentem. Ez nem szél kakas, kis kakas. Ez kis kakas, aki követeli a gyémántfél trajcáját. Tehát ha nem tetszik az ön Orbáni önkény, ha nem tetszik a kiposztás, akkor tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá! Hajrá.